A kormány hazudik, és elkeni a tényeket, tehát nem vázolja föl a teljes körű helyzetet a vendégmunkásokat illetően a teljes magyar nép számára. Nem tudjuk, hogy egész pontosan hányan vannak, nem tudjuk, hogy hol dolgoznak, hol vannak elszállásolva, és legfőképpen azt nem tudjuk, hogy hány magyar dolgozót rúgtak ki azért, hogy helyükre vendégmunkásokat vegyenek fel. Ezért a Mi Hazánk mozgalom egy közösségi alapú cselekvést szeretne elindítani, és ennek szellemében várjuk az információkat országszerte arról, hogy hol dolgoznak vendégmunkások, hol vannak elszállásolva, és még egyszer mondom, legfőképpen azt, hogy mely cégektől rúgtak ki magyar dolgozókat azért, hogy vendégmunkásokat vegyenek föl a helyükre. Ezeket az információkat a munkaügy@mihazank.hu e-mail címre várjuk. Erre azért van szükség, hogy a valóság szemüvegén átlássa a teljes magyar nép azt, hogy mi a helyzet a vendégmunkásokat illetően, és ne a kormány propaganda szemüvegén átlássa. Azért is fontos, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni a magyar emberek már most júniusban az Európa Parlamenti és az önkormányzati választásokon, és majd 2026-ban az országgyűlési választáson is. Mert a valóság az, hogy Magyarországot elárasztják az ázsiai vendégmunkások, a magyar dolgozók életlehetőségei egyre szűkülnek, elhagyják az országot, és nem véletlen ennek a sajtótájékoztatónak a helyszínválasztása sem. Itt van mögöttünk egy Timon Hotel nevű épület, ahol szintén vendégmunkások laknak, és gombamód szaporodnak az ilyenek most már Magyarországon. Mi nem egy ilyen jövőt szeretnénk a magyar fiatalok és a magyar dolgozók számára.